Csontváry Koszka Tivadar a magyar művészettörténet 20. századi históriájában mindenképpen főfejezetet kell, hogy kapjon, és azért kell, hogy kapja ezt a kiemelkedő szerepet, mert 1907-ben elkészítette az azóta is a modern magyar művészet egyik első kilométerkövének tekintett Magányos Szétrus című festményt. Esztétikai szervezettség, vagyis vizuális hatóerő szempontjából ez az a műve, amely annyi sok megelőző és előzetesen tárgyalt alkotása mellett kiérdemelheti talán a leginkább szintetikus jelzőt, a leginkább összetett, a leginkább szerves jelzőt, mert hiszen tartalmazza előéletének, művészi kísérleteinek minden korábbi fordulatát, belefoglalja önmaga személyiségével kapcsolatos minden lehetséges felismerését, teológiai okoskodások is vannak a képben, és természetesen a mű a festői érlelődésnek is számos állomását összefoglaló jelleggel közvetíti. Csupa olyan dolgot állítottam, amellyel kapcsolatban alapvető megállapítást tettünk már. Korábban elemeztük a Magyar Millénium ünnepség sorozatához tapadó Vihar a Nagy Hortobágyon, a Zrínyi kirohanása képet, beszéltünk mi a boszniai festményekről, a jajcai villanyműről, a jajcai vízesésről, és megemlítettük természetesen ezen közben azokat a főműveket is, amelyek egy nagyon érdekes ciklusba rendeződnek, és amelyet Csontváry életműnek nevezünk. Ha a ciklusokat kívánjuk felidézni, akkor azt gondolom, hogy a magánéletről, a személyiségről, az egyéniségről leginkább a Mária kutya Názáretben című kép beszél, az együttes életről, a társadalmi csoportokról, a panaszfal bejárata Jeruzsálemben című mű, a természetről beszél a Selmecbánya és a Tarpatak völgye a Tátrában, az időről és a térről és a történelemről a Baalbek, a személyiségről viszont a művészről, az egyedüli alkotó énről a Magányos Szétrus. A mű, mint említettem, 1907-ben született, feljegyzései szerint Tripoli mellett 1800 méter magasan a hegy oldalában az 1910-es berlini kiállítás katalógusába fel is jegyzi a képet, mint kiállítandó művet. Ez a kiállítás egyébként nem született meg, de úgy jelzi a Magányos Szétrust, hogy leírja feltalálásának minden körülményét, sőt még hozzáteszi, hogy Abendröte, tehát az esti vörös alkonyi fényben készült ez a mű. Csontváry, aki a történelmet figyelmével oly gondosan pásztázta végig, természetszerűleg nem hagyhatta ki a történelmi előidőknek azt a színpadát, ahol a görög, római, föníciai gyarmatosítás nyomai ott voltak, sőt, hát a közelmúlt török gyarmatosításának a nyomai is ott voltak, el kellett jutni a Libanonba, és megigézte őt a vegetációnak az a gazdagsága, amelyel ott találkozott, ennek középpontjában természetesen a cédrus, ami számára már az első pillanatban is többet jelentett, mint egy egyszerű botanikai tényt. Számára ez egy jelképes értelmű növény, amelyet többféle formában is feldolgoz, előfordul természetesen ez a fa, a cédrus a Baalbek című festményében az áldozókő mellett megörökítette ezt a fát, sőt az áldozókő mögött egy ilyen nagyon érdekesen előadott fluoreszcens, majdnem sugárzó, kérgű, kékes cédrusfát is festett. Csontváry a modern művész megistenülésének programjához nagyon sajátságosan használ fel történelmi motivumokat. Érdekes anekdota, nekem maga Gerlóci Gedeó mesélte el, amikor a Csontváry Múzeum alapítása körül sürögtünk, forogtunk, hogy Csontváry kedvel olvasta azokat a Michelangelo életéről szóló krónikákat, szép számmal voltak ezek már megfoghatók Csontváry korában is, amelyek arról szóltak, hogy hogyan is cselekedett Michelangelo, amikor II. Gyula pápának a síremlékét, a jól ismert Mózest elkészítette. Amikor befejezte a szobrot állítólag, Michelangelo hozzávágta a szoborhoz a kalapácsát, és azt mondta, hogy parla, beszélj. Csontváry számára ez biztosan megrázó, fontos motivum volt, mert hiszen szövegeiben nagyon sokszor visszatér, majdnem panelként használja ezt a parla, beszélj motivumot, ami azt gondolom semmi másra nem utal, mint arra, hogy Csontváry a modern művészet egyik legnagyobb kísérletét is megpróbálja elvégezni, eltüntetni a mindennapi élet és a műalkotások közötti határt.
A magányos Cézus egy kirándulás során került a szem elé, fölmászott ő a Tripoli melletti hegyekre, és mint a címében is megjegyezte, a képnek 1800 méter magasan találta. Nem csak ezt a fát, a feljegyzései szerint, mint pártában lengedező mennyasszony lányokat, fedezett fel kis csoportban cédrusfákat, amelyeket fújt a szél, és lengedeztek, és az a benyomás a Támadcsontvárinak, hogy ott mennyasszonyok csoportjával találkozik, és kicsit magasabban találkozott szembe a magányos cédrussal, ezzel az önmagában álló, egyedülálló lénnyel, amelynek elemzésére most szegődtünk. Ez a kép Csontváry legjelentősebb műve, és mint említettem, a 20. századi művészet egyik nagyon határozott és nagyszerű indító motivuma, hihetetlenül magas mércét állít a követőknek ezzel a képpel, és az a feladatunk, hogy ennek a műnek, a magányos cédrusnak az összetett jellegét most itt megvilágítsuk, megkíséreljük ennek az összetett jellegnek az összetevőit szálakra bontani. A magányos cédrus úgy szokták emlegetni, hogy Csontváry misztikus önarcképe. Miért is van szüksége Csontvárynak önarcképre? Azért, mert a századforduló egy egészen sajátságos művésztípust termelt ki. A művészet egzisztenciális státusza megremegett, rengeteg bizonytalanság veszi körül az embert, egy nagy történelmi formaváltozás küszöbére jutott az emberiség, és Csontváry nagy érdeklődéssel, odaadással és izgatottsággal szemléli a valóságnak azokat a viszonylatait, amelyekben egy művésznek is el kell igazodnia. Ő olvassa a filozófiai iratokat, tudja azt, hogy mit ír Spengler, és mit spekulálnak Darwin követői. Ő foglalkozik az ember öntökéletesítésével, foglalkozik a történelmi periódusok megismétlődésével, vagy a világ mulandóságával, foglalkozik a teológiai tanokkal is. De mindenképpen nagyon lényeges számára, hogy a művész jelentőségét valamilyen módon felmutassa. Csontváry apró kis önarcképeket el-el potyogtatott tevékenysége során. Találkozunk ilyen önarcképelemekkel késői rajzokban, Mária kutya Názáretben is feltűnik Csontváry, természetesen az önarcképét is ismerjük. 1907-ben már nem kíván közvetlenül önarcképként megjelenni, mert túl egyszerű az a tartalom, amit egy ilyen fotográfiához hasonló realista festményben közvetíteni tud. Csontváry találkozik a magányos cédrussal, és hirtelen egy szempillantás előtt látjuk magunk előtt ezt a kis embert, aki megbűvölten figyeli a szélben hajladozó magányos fát. Tehát ez a kis ember hirtelen magára ismer ebben a fában, és észreveszi, írásaiban egyébként erről majd szól is, észreveszi, hogy mint áll ellent ez a növény a rengeteg külső atrocitásnak, mint hajladozik a szélben, s rugalmasan áll ellent neki, mint koptatja le a szél és a fagy és a viharok a kérgét, mint kapaszkodik a földbe erősen, milyen sanyarú, szegény körülmények között fejlődik ki ez a biológiai szervezet, milyen rettentően kevés oxigénnel beéri, milyen érdekesen alakítja törzsét és lombjait, hogy a nap sugarait befogadja, mennyire izgalmas ágai vannak, amelyek magukat fenyegetik, milyen izommal telített tagozatai vannak ennek a fának, mennyire kétértelmű alakzatok bontakoznak ki a fa szemléje során. És amit nem lát Csontváry, hanem maga, mint valamiféle stilizációt hozzátesz a műhöz, egy a kép felső harmadában tartózkodó szögről is bizonykodik ez a festményfa, aminek mindenképpen meg kell találnunk a jelentőségét és az értelmét. Erre közvetlenül a természeti látvány semmiféle módon nem beszél. Ez már Csontváry saját mondani valója a fán, és a feladatunk az, hogy ezt is például megfejtsük. Csontváry magányos cédrusa nem váratlanul jelenik meg Csontváry képzeletvilágában. Könyvtárában van egy 1807-ben megjelent angol könyv, aminek a címlapján a cédrus van. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy ezt antikváriumokba szerezte be, eleve megvolt az ő gyűjteményében, vagy a cédrussal való találkozás után szerezte be. Minden esetre kutatott a botanikában, kereste a 6000 éves, 3000 éves fákat, és egy nagyon érdekes történet filozófiai perspektívát is aggatott a fa ágaira, hiszen
nyilvánvalóan fontos volt neki, hogy szemléletében a 6000 éves perspektívák éljenek, és minden dolog megítélése a 6000 éves távolságból történjék. Csotvárinak ez a műve mindenképpen az időtálló, örökké valóságnak szóló, a történelmi idővel vetélkedő élő organizmusnak az ábrája, és ebbe a múlhatatlan, örökkévaló ábrába vetíti bele saját személyiségét, és hogy ez nem belemagyarázás, mutatja majd az elemzés során néhány apró észrevétel. Csontváry, amikor a magányos szitust festette, szüksége volt neki a szituációra, és a helyzet biztosította vizuális energiára, Tripoliban festette a képet, akkor ott volt a helyszínen, a helyzetnek minden apró eresztékét megismerte, figyelte az atmoszférát, a sziklákat, a gyökereket, az eget, az ott átvonuló felhőket, és felruházta mindezeket belső látásának nagyon különös, a 19. századra és a 20. századra egyaránt jellemző vonásaival. 19. századi benne talán a lelkesültség, az a romantikus csodavárás, amivel a 1820-as, 30-as évek alkotói tekintettek a világra, amely világban felismerték azt, hogy az ember léptéke nem mindent meghatározó, amelyben világossá vált, hogy a természet és a kozmosz nagy erőivel szemben az ember olykor tehetetlenné válik, hogy ez a bizonyos klasszikus anthropos panton metron mértéke, hogy az ember mindennek a középpontja volna, megbicsaklott egy picikét, és a romantikus mesterek, egy Caspar David Friedrich, egy Gustav Carus vagy egy Philipp Otto Runge, akinek a képeit felvillantjuk, mindenképpen ott álltak egy kozmikusan veszélyeztetett világban, amelyben az ember helyzetét bizony fákkal teszik érzékelhetővé. Csontváry úgy áll a magányos szédrus előtt, mint az 1820-as, 30-as évek német romantikusai, akik egy veszélyeztetett, kihűlő világban találkoznak szembe az univerzummal, és érzik, hogy az ember milyen csekéke méretű, és milyen apróka a történelem és az idő nagy erőihez képest, és felismerik azt, hogy a klasszikus antikvitásnak, vagy a reneszánsznak az ember mindennek a középpontja, eszméje mennyire tarthatatlan, és mennyire kritikára vár, és megjelenítenek egy olyan világot, fákat igénybe véve, amelyben a fák jelenítik meg az ember félelmeit és a kozmikus erőknek a jelenlétét. Kiüresedő, hideg, félelemmel teli világ ez a romantikus világ, és Csontváry előadásmódjában ebből nagyon sok van. Csontváry fája, a magányossága a fának, és a címben is kifejezett magányosság motivum, az mindenképpen erre utal. De hát ezentúl Csontváry egy modern mester, aki anélkül, hogy szándékozott volna ilyen tenni, de alkalmazta szó szerint úgy szólván korának minden progresszív festői megoldását, mire kellene itt gondolnunk, arra, hogy a posztimpresszionizmus éppen aktuális fogásai, a divizionizmus aktuális fogásai kerülnek be eszköztárába. Ez azt jelenti, hogy a felületek megmunkálásánál nagy szerepet tulajdonít az egyes ecsetnyomoknak. Ezek többnyire rendkívül jól hangolt, tiszta, vagy ellentétes, vagy harmonikus színpamacsokból állnak. Ezek közé, a színpamacsok közé új és a felület dinamikáját, erejét felerősítő közbevetéseket alkalmaz. Látjuk a felületen, hogy milyen műgonddal, milyen hihetetlen tudatos aprólékossággal alakítja ki ezeket a vibráló, furcsa módon irizáló, izgatott felületeket. E tekintetben pedig mondjuk a pozitivizmus gyermeke, az a modern mester, aki darabokra szétszedi a valóságot, aztán ezekből a darabokból újra fölépíti azt. Pontosan úgy jár el, mint a francia Georges Seurat vagy Signac, akit hát a divizionista spekulációk mesterének ismerünk. Csontváry sokkal több ezeknél, annyiban, amennyiben nagyon erős lelkiismerettel, nagyon erős érzéki odaadással kezeli tárgyát, és természetesen a harmadik rétege ennek az egész előadási technikának az a mondani való, amit kiválasztott magának. És talán itt kell a legtöbbet időznünk, hiszen ez a mondani való, ez nagyon jól ismert a számunkra. Ez a mondani való már a Ki lehet a zseni című szövegében lényegében
előrejelződött, amikor felidéztük azt a mondását, hogy nem lehet zseni az, aki különbséget tud tenni, különbséget kíván tenni a növény és az emberi állat között. Nagyon sok belemagyarázással élhetünk, amikor a magányos szédulust elemezzük, hiszen utalnunk kell sokféle kétértelmű motivumra, de végül is arra következtetésre kell jutnunk, hogy Csontvárinak ez a törekvése, hogy az élő világi és emberi növényi természetet egy gyökre vezesse vissza, a magányos szédulusban sikerrel jár. A magányos szédulusban kétértelmű motivumoknak tűnnek például a fa tuskója, a tönk, ami letámaszkodik a földre. Valószínűleg egyértelműnek tűnik a számunkra, hogy a cédrus karaktere ilyen, nem ellenkezik a megvalósítás, a festés módja, a látvány azzal, amit a cédrus egyébként önmagáról elárul. De más is ez a tönk azért. Nem nehéz felfedezni ebben a tönk formában, kicsit bonyolult képletez, bizonyos izommal teli testrészeket. Néhányan arra asszociálnak, hogy talán teve, talán struc, mindenképpen nem feltétlenül csak faszerű, lényegű formával találkozunk. De belemagyarázás lehet ez természetesen. Vagy vegyük a törzset és a törzs megmunkálását. A kéregnek a rovátkái, azok a nagyon erőteljesen, majdnem szobrászati módon megmunkált felületek, amelyek a barnának nagyon sok változatát, kilágyított és rózsaszínbe vegyülő változatát használják fel. Ugyanígy feltűnnek a dalmát halász arcán, tehát az emberi bőrön éppen olyan klasszikai jelenségként jelennek meg a színek, mint amilyenek a fatörzsén. Emberi lényeg, a fakérgének lényege, egy azon gyökre megy vissza. Vagy érdemes figyelni azokat a törzsrészeket, amelyek ugyancsak nem mondanak ellent a cédrus felépítésének és felépített karakterének, de talán emlékeztetnek bennünket bizonyos emberi tagokra, kezekre, amelyek kést tartanak, esetleg fenyegetik magukat. Olyan formák, olyan felszólító erejű rajzok ezek, amelyekben lendület van, drámai töltés van, talán fenyegetés maga. Vagy egy nagyon fontos ága a cédrusnak, az a fehérre kopott, kilúgozott felület, amelynek a végén, felfelé egy kis csőrszerű képződmény van. Azt gondolom, hogy nagy mértékben belemagyarázás, ha arra utalnánk, hogy ez mondjuk egy baromfinak, egy hattyúnak, egy libának a nyaka volna, nevetséges és elfogadhatatlan állítás volna. De nem hagy nyugodni bennünket az a kép, amivel találkoztunk, mert az a mintha olyan megközelítés, ez folyamatosan él bennünk. Nem kívánom azt mondani, hogy Csontváry itt különböző jelentéselemeket vegyített. A kép nem tűnik eklektikusnak, tökéletesen egységes alkotás. De a belemagyarázások egy ponton úgy gondolom rendeződnek, amikor a kép felső harmadában találkozunk azzal az erőteljesen érzékeltetett nagyméretű szögformával, akkor nem tudunk eltekinteni attól, hogy Csontváry ezzel az ugyancsak sokféleképpen értelmezhető formával értelmet kíván adni mindannak, ami mindeddig félreérthető volt. Ebben a szögformában koncentrálódik az ő jelképteremtő fantáziájának minden forrása és szándéka teljesen nyilvánvaló. A cédrus itt ebben az esetben egy természettől idegen, külső intervenció áldozatává válik, a szöget nyilvánvalóan nem közvetlenül emberi cselekvés helyezte oda, kozmikus ez a jelzés, ki az ördög verné bele ezt a szöget 1800 méter magasan egy magányos cédrusba, ennek így a köznapi élet közegében semmiféle értelme nem volna. Csontváry nem is itt keresi a helyzet értelmét, nyilvánvalóan misztikus, vagy ha szabad azt mondani, teológiai értelmű igazságok közvetítésére szegődik. Teológiai értelmű igazság. Csontváry, aki önmagát kívánja megjeleníteni ebben a képben, jól ismert profilú alkotó, szövegeiben, amelyeket az 1910-es évektől hoz létre, a személyiségnek, a művész alkotó nagyságának, aurájának vagy autenticitásának óriási jelentősége van. A művészt legalább olyan jelentőségű alkotónak tekinti, mint amilyen maga a teremtő lehetett, vagy
mint amilyen maga a természeti organizmus. Nem véletlenül keveredik ő Raffaellóval rokonságba, a nagy reneszánsz teremtővel, vagy nem véletlenül kezdi emlegetni Attila jelentőségét a politikában és a honfoglalásban, és hozza párhuzamba önmagát Attilával. Csontvári miszticizmusa kétségtelen, ha az írásokat figyeljük, de a képben tulajdonképpen semmi misztikus nincsen, ha arra gondolunk, hogy Krisztus megfeszítésének története egy cédrusfával kerül kapcsolatba, ha arra gondolunk, hogy Piero della Francesca 1458-ban az Arezzói Szent Ferenc templomban létrehozza az igazi kereszt legendáját, amelyen hihetetlen pontossággal vizsgálja végig, hogy Ádám halálától kezdve mi is történik egy cédrusfával, s jut el az Új Testamentum megfeszítés motivumáig. Tehát Csontváry a cédrusban láthatja és láttatja a modern művésznek különös megváltó pózokban is olykor tetszelgő helyzetét, és maga nem is fukarkodik a szövegeiben azzal, hogy ő bizony számos más köznapi ember helyett elvégez bizonyos nagy, eligazító, útmutató feladatokat. Csontváry eképpen egy nemzet tájékoztatója, ha úgy tetszik, egy új irány, egy új út megmutatója, és ebben az iránymutatásban talán még Ady Endre sem volt idegen a számára, bár ő nem nagyon ismerhette Ady Endrét, aki ugyancsak eljátszik a gondolattal, hogy a modern művésznek egy picikét a megváltó mezében kell eligazítani az embertársait, a körülötte lévő társadalmakat. Megfestik nagyon sokan a 20. századi magyar művészetben a hegyi beszédeket. Metti János, Pór Bertalan nem véletlenül keres teológiai keretet a maga új, talán itt bizonyos proletár öntudattal megfogalmazott perspektívái számára. Csontváry Koszka Tivadar magányos cédrusban a modern művész magára hagyatottságának, számkivetettségének és megváltó szerepének egy különös programját adja, és talán a legjobban ezt az egész programot egy Guillaume Apollinaire versen lehetne megvilágítani. 1911-ben Apollinaire írt egy verset, egy szép vöröseszőkéhez ez a címe, és ebben a versben tulajdonképpen a modern művész programját határozza meg, sok egyéb mellett, a szerelemről és a lángoló nyárról is szó van ebben a versben. Beszél arról Apollinaire, hogy a művész az, aki megtanul sok nyelveket, bejár sok világot, apró mozaikokból építi fel az egyetemes világot magát, és ő az, aki kimegy harcolni az emberek helyett. Bocsánatot kér bűneikért, és irgalmat vár közösségétől. Apollinaire ebben a versben a modern művész magára hagyatottságát és megváltói attitűdjét közvetíti. Csontváry anélkül, hogy ismerte volna személyesen ezeket a körülötte alkotó művészeket, önmaga is rájött arra, hogy mi a művész szerepe az új modern társadalmakban. Mindenképpen az igazság keresése, és mindenképpen új lehetséges utak megmutatása, amelyben a hagyomány felértékelése sokkal nagyobb szerepet játszik, mint a jövőbe való tekintés. Ő különben sem volt különösebben optimista a jövővel kapcsolatban, hiszen minden olyan megállapítása, aminek a tartalma esetleg egy ipari társadalmi fejlődés, esetleg egy modern kapitalizmus, a bankok világa, vagy a lokálok és a modern mondén életforma tartozékai, ezek mind negatív előjellel szerepelnek. Egy más világot kíván felépíteni magának Csontváry, és ezt a világot javasolja közösségének is, egy misztikus, spirituális világot.